Nagyon jó formában, bizakodva érkezett Dér Zsolt a 10 napos marokkói kerékpárversenyre. Az első napon 150 km után a második helyen ért célba, a második napon viszont egy versenytársa bukása miatt Zsolt is leesett a bicikliről. Az adrenalin hatása miatt viszont további 100 km-t tekert. Ahogy felálltam a földről, belenyilalt a fájdalom a térdembe. Éreztem, hogy valami nincs rendben, de felpattantam a biciklire, valahogy becsatoltam a sérült lábamat a pedálba, és akkor próbáltam tovább menni, úgyhogy csak a jobb lábamat terhelem, a bal az meg csak a pedál forgatja valójában. Akkor elláttak ott az orvosok is útközben, adtak fájdalomcsillapítókat, bekötözték a lábamat, és sikerült felérnem a mezőnyre, de egyre jobban csak fájt. Próbáltam ugye ezt egyensúlyozni így a jobb lábam terhelésével, aztán jött egy emelkedő, amikor már nagyon-nagyon megduzzadt a térdem, úgyhogy a kötést is lefeszítette, és elkezdett belőle folyni a vér, és így minden pedálfordulatnál pumpálódott, és akkor úgy gondoltam, hogy itt túl nagy a baj, és hogy meg kell állni. Nagyon körülményes volt Magyarországig eljutnia, problémái akadtak a repülőtereken, nem volt még mankója sem, de szerencsére talált egy segítőt. Az anyaországba érkezve pedig azonnal szakszerű ellátásban részesítették a budapesti Emineo baleseti központban. Ami történt, az tulajdonképpen egy térdmodellen bemutatható, ugye ez egy jobb térd szemből, ez a combcsont, lábszárcsont, ez a térdkalács. Itt vannak az összetartó szalagok, amik szerencsére nem sérültek. Ezek nem sérültek. Ami sérült, az tulajdonképpen a térdkalásnak a törése alakult ki, amit ez az egész szalagrendszer nagyon jól egybe tart. Tehát azért hiába tört ez el, mivel ez körben egy ilyen nagyon erős kötőszövetes fészekben van, csak akkor távolodnak el egymástól a törtvégek, hogyha ez a szalagrendszer is sérül. Jelenleg kezelik a felületi hámsérüléseit, antibiotikumos kezelést kap, és a Sensolight nevű polarizált fényágyas terápiában részesül, amellett, hogy fokozatosan elkezdik a lábterhelését. Zsolt szeptemberben már a világbajnokságon szeretne indulni, addig pedig még össze kell gyűjteni a kvalifikációhoz szükséges pontokat is.